A gazdák májusban terelték ki szarvasmarháikat az akkor még zöldelő legelőkben bővelkedő Kercsedini szigetre. A decemberi esőzések következtében azonban jelentősen megemelkedett a Duna vízállása, ezzel ellehetetlenítve a jószágok hazaterelését. Milenko Plavsics kaboli állattenyésztő az elmúlt hetekben minden szállat megmozgatott annak érdekében, hogy az illetékesek segítsenek a mintegy 200 jószág kimenekítésében, amelyek a tél beköszöntével étel nélkül maradtak. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültem. A szarvasmarháim mindegyike mintegy 50 kg-ot veszített súlyából. Elegendő mennyiségű eledelt biztosítottam, el tudnám látni akár az összes jószágot, csak kerüljenek haza. A médiában napvilágot láttak olyan információk is, miszerint én egy felelőtlen ember vagyok. Ezek mélyen elszomorítanak, hiszen önhibámon kívül találtam magam ebben a helyzetben. A gazda kitartása nem volt hiába való. Segítségkérését Igor Mirovics tartományi kormányfő meghalva utasította a Vajdaság erdei közvállalat munkatársait a jószágok kimenekítésére. Milenko Plavsics azt is elmondta, hogy az illetékesek megkésve reagáltak, mert néhány szarvasmarhája már elpusztult az éhezés következtében. Ugyanakkor hálás minden segítségért. A közvállalatoknak az alap tevékenységeim mellett feladata az is, hogy az élet által kreált helyzetekre reagáljanak. Így a magas vízállás végett a Kercsedini szigeten csapdába esett házi állatok megmentése érdekében. Angazsáltuk a kompunkat, amelyet egyébként az erdészeti mechanizáció szállítására használunk. 55 km távolságról tegnap ide úsztattuk és megkezdtük a házi állatoknak a kimentését. A szarvasmarhák kimenekítése után a Vajdaság erdei közvállalat munkatársa és a gazdák közösen megkezdik a lovak evakuálását is. A gazdák elmondása szerint a lovakkal nehezebb dolguk lesz azok vad természete miatt. Ugyanakkor a lovak képesek kibírni a mínusz 40 fokos hőmérsékletet is, így akár itt is maradhatnak a Kercsedini szigeten.